Valamilyen rejtélyes okból kifolyólag rengeteg emberre rájön a szarás a könyvesboltokban. Az okát senki sem tudja, de több mint 50 éve annak, hogy a tudósok a rejtély nyomában vannak. Nem vicc. Egy olyan videót hoztam nektek, ami a témája miatt röhögésre adhatok ott, de hidd el, véresen komoly. A jelenségnek még neve is van. Mariko Aoki. 1985. februárjában kezdődött az egész, egy 29 éves japán nő rövid levelet küldött egy magazinnak egy gyakran megtapasztalt élményéről. Miután a lap leközölte a levelet, rengetegen jelentkeztek hasonló megpróbáltatásokkal, amelyeket Mariko Aoki írt egy ominózus levélben. Nem tudom miért, de az elmúlt pár évben, amikor betérek a könyvesboltba, hirtelen rám jön a kakilás. A furcsa észlelést a hirtelen jött népszerűség miatt gyorsan el is nevezték Mariko Aoki jelenségnek. A válaszadók mind hasonló érzésekről számoltak be. Mindent elárasztó, azonnali, kibírhatatlanul sürgető érzést a beleikből, hogy azonnal üríteniük kell. És ez csak a könyvesboltokban jelentkezett. Egyesek fájdalomról is beszámoltak, mások pedig kénytelenek ismerőseiket megkérni, hogy vásárolják meg az óhajtott kötetet helyettük. De mi okozhatja ezt a jelenséget? Megnyugtató választ a tudomány egyelőre nem adott rá. Nos, különféle magyarázatok vannak, egyesek szerint a könyvekből áradó vegyi anyagok indítják be a szarási ingert. Azonban egy japán tévéműsor, a The Real Side of Yunnan egyik adásában megpróbálták befosatni az embereket. A tinta szagával, de semmi, de nem jártak sikerrel. Sőt, már az is gyanús, hogy a könyvesboltok alkalmazottai valahogy sikeresen kibírják az egésznapos gyűrődést. Mások szerint pavlovi reflex lehet, hiszen nagyon sokan olvasnak kakilás közben, és a szervezetük a könyvek látványától azt gondolja, most jött el az idő. Azonban erre is jó cáfolat az otthoni könyvekre való immunitás. Egy harmadik, előszeretettel hangoztatott ok a könyvekért lehajoló mozdulat, amely beindítja a berek peristaltikáját. Egy harmadik, előszeretettel hangoztatott magyarázat szerint a könyvekért lehajoló mozdulat az, ami beindítja a belek perisztaltikáját. Természetesen az is lehet, hogy a Mariko Aoki szindróm egyáltalán nem is létezik, csak a hölgylevelét olvasók kötötték össze friss élményeiket a többiekével. Lehet, hogy szimplán csak a WC-re kellett menniük, és eközben betértek egy könyvesboltba, a többi pedig már történelem. Próbáltam utána járni a jelenségnek, és az ezzel foglalkozó kommenteknél szemezgettem egy kicsit, hát szétrőgtem az agyamot. Egy kommentelő azt írta, hogy régen én is szerettem olvasni a trónon, talán innen a pavlovi reflex. Mióta ikreim vannak, nem hogy olvasni, de szarni sincs időm. Egy másik kommentelő pedig azt írta, én könyvtárban voltam, hadd ne mondjam el, mi jött rám. Életem első hasmenése voltam, rá emlékszem, kínok között körzőztem a sorok között, mire eljutottam a pultig, aztán megtudtam, hogy hol a mosdó. Tök ciki volt, mert majdnem befostam. Egy másik vélemény szerint valóban érdekes összefüggések vannak a világban, amiken érdemes eltűnni. De ez mondjuk pont nem az. Egy igencsak szellemes kommentelő pedig azt jegyezte meg, hogy neki az egész világ egy nagy könyvesbolt. Azaz bárhol, bármikor. Könyvtáros vagyok, majd készítek egy statisztikát, hogy ez nálunk is igaz-e, írja egy másik. A könyvek jobbára a polcon vannak, nem stócokban a padlón, vagy tévedek? Se baj, ha szorulásom lesz, majd lehajolgatok. A padlóla le. De dulván. Remélem ez az egyszerre bizarr és röhelyes rejtély egy kicsit erőt csalt a mindennapotokban, mert én konkrétan szénén rögtem magam, amikor először hallottam. A legvégére pedig van hozzátok egy kérdésem. Rátok jött már a szarás könyvesboltokban?